Az őszanyú program sorozat záró programjára került Sorbolyba. A helyi óvoda méltán híres eseményének ez az igazi éke. A sötét beálltával a színpompásan kivilágított utcafront előtt gyülekeztek a gyerekek, mégpedig szüleik társaságában. Miután meggyújtották az összes mécsest és őszanyú hintója is megérkezett, útjára indult a vége láthatatlan menet. Hamar kiderült, hogy a parkban felállított rendezvénysátor volt a felvonulás úti célja. Az óvónénik egy kiváló és talpresett férfiúval kiegészülve, a hagyományoknak megfelelően itt adták elő mesejátékukat. Mikor alszik minden ember, álmában tőlem sokat rendel, csupa szépet, csoda jót, búhelyet vigasztalok, bábuból Pinokkió, bábuból Pinokkió. Nagyon örülünk annak, hogy minden jól sikerült, kitartott az időjárás, és hogy egyáltalán a csapatnak a nagy erőfeszítése, sok munkája ilyen szép eredménnyel zárul. Hát a rendező asszonyunknak ez egy nagy álma volt, hogy ismételten a Pinokkiót adjuk elő, mert ő neki ez a kedvence. Úgyhogy igazából így esett rá a választás. A Dani már oszlopos tag nálunk, ő nélküle már el se tudjuk képzelni, és már úgy tervezzük a színdarabokat, a Csilla nagy munkájával, ő már egész nyáron dolgozik ezen az egész projekten, hogy a Dani az mindenképpen szerepet kapjon benne, hiszen hát ő az egyetlen fiú, aki a sok lány között igazi fiúként szerepelhet. A többiek csak beöltöznek néha fiúknak. Úgy érzem, hogy kicsit én vagyok most itt a csizma az asztalon ebben az interjúban, mert azért én egy meghívott vendégecske vagyok, és hát a munka oroszlán részét az természetesen az óvoda végzi, de gondolom éppen itt a nagy tömegbe elmentek az óvónénik, és behajtják az nagyon is jól megérdemelt gratulációkat. Én magam mozgok ügyesen, és nem is rángat senki sem. A kéz ügyes, a láb ügyes, jaj, 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 csak ki ne neves. Hely, hó, így élni jó, fürgén és szabadon, jaj, de jó. Hely, hó, így élni jó, nem zsinoron táncolok, hanem szabadon. Lássatok most így csodát, egy igazi élő fababát. Járom a táncom, fürgén ügyesen, bár a lába fából van, de a szívem ver hevesen. Ne félj, nem lesz semmi baj, a bal után jön, hú, a jobb vagy a bal. Nem ijedek meg, ha orra sem, az élet szép. Nagyon szeretik a bolyak ezt a rendezvényt, és valamilyen szinten ez is egy ilyen összefogással zajló dolog, hiszen az óvoda mellett ugye a fenntartók, a különböző civil szervezetek, egyesületek, alapítvány is támogatja ezt a rendezvényt, és nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek, akik munka után bejöttek segíteni, díszletet pakolni, csomagolni, sminkelni, jelmezt varni. Tehát úgy gondolom, hogy ez az őszanyó, amellett, hogy egy nagyon jó szórakozás, egy kicsit össze is kovácsolja a közösséget. Volt egy kis riadalom, mikor megtudtuk ugye az időjárás jelentésekből,
hogy eső várható, és akkor gyorsan helyszínt változtattunk. Ez adott nekünk plusz feladatot, hogy mindenhol hirdessük és tudják a szülők. Izgultunk is, de hála Istennek az önkormányzat segítségével és a szülők összefogásával, természetesen a pedagógusok hozzáértésével sikerült mindent megoldanunk. Ez, hogy ennyien ide jöttünk, és hogy ennyien kíváncsiak ránk, meg a munkánknak, ez csodálatos dolog. Oda néz, pajtás! Kukorica hajtás! Fából faragott királyfi, beszél és jár, mondja a szót, akárhonnan nézem, nincs benne drót. Ki velem, miféle könyv ez a kezedben, iskolába menni jutott, dán eszedbe. Feladjuk a leckét, mi is ketten. Rókus úr, Béla, a rettenthetetlen. ABC-s könyv, nézzétek az ám. Honnan csente csorta? Vette az apám. Eladjuk jó pénzért, csak ne félj előre. Vállalkozásunkhoz ez lesz a tőke. Szerencsét próbálunk, gyere már! Közde! Meglátod a papád, így lesz rád büszke. A csodák mezején mit kell ott csinálni? Mit? Hát megtanítunk aranyat csinálni. Három aranyat, mit kaptunk a könyvért. Elássuk mélyre, hogy jól megeredjék. Abból lesz a csodafa, hajnalra meglátod. Fejbe vág a sok arany, reggel, ha megrázod. Be akarnak csapni? Lecsapni? Na hát, menjünk haza, nézd csak oda! Hagyjuk itt a bandát! Ne higg neki! De hiszen... Ostoba tücsök! Tihamér! Hagyjátok, a fejedre ütök! Vigyázzok magamra! Tihamér, meglátod! Okos voltál, pajtás, akár a barátom, lyukatásunk, pénzt ültetünk. Mi ez mi nekünk? Reggelre gazdagok leszünk, reggelre gazdagok, reggelre gazdagok leszünk! Hurrá! Reggelre gazdagok leszünk! Ez egy nagyon kedves amatőr dolog, és úgy érzem, hogy mindenki a maximumot hozza ki belőle, és nagyon-nagyon szeretnek ők színpadon lenni, és hál' Istennek ott is van a helyük. Mindig az utolsó a legjobb, és amikor a következőt próbáljuk, akkor mindig megállapítjuk, hogy na most még jobb lesz. Úgyhogy folyamatosan azt gondolom, hogy folyamatosan nyújtuk a színvonalat, amit a gyerekek mindig is értékelnek. Nagyon jól éreztük magunkat. Minden évben itt vagytok? Minden évben. Én amióta itt Bolyban élek, és van őszanyó, őszbúcsúztató, minden évben itt vagyok. És nagyon szeretek itt lenni. Egykor a te gyermeked is járt még az óviban, és akkor is jöttetek? Igen, természetesen. Most 18 éves, úgyhogy 12 éve járunk már itt. Akkor nagyon szép hagyomány ez itt Bolyban. Igen, igen. A legjobbak közé tartozik. Param pam parararam, pararam pam parararam, pararam pam parararam. Nem túlzás, ha azt állítom, jól éreztem magam nagyon. Néha nevetés, néha remegés, ez is kell, hogy mindent megérts. Param pam parararam, param pam parararam, pararam pam parararam, pararam pam parararam. Ha dub a fejed, nagy a zaj, énekelj el egy kicsi dalt. Bátran függjen, táncolj és neves, szívedhez így jutnak el a színek. Nagy levegő!
mese, szálljon a képzelet. Mi mindig itt leszünk vele. Összességében egy felejthetetlen hangulatú, őszanyobb búcsúztatón vagyunk túl, ahol Pinokkióék örömet csempésztek a gyerekek szívébe. Velük együtt köszönjük ezt a felejthetetlen élményt.